A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szamossáinak és a norvég Elverumnak egy partnerkeresési fórumon volt lehetőségük találkozni. Itt világossá vált, hogy mindkét település számára fontos az idősek ellátása és segítése. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések prioritást élveznek. Ezért az együttműködésük hosszú távú célja, hogy egymást anyagilag és szakmailag segítve a fejlesztési lehetőségeket maximálisan kihasználják. There are many projects in the big cities. Nagyon fontos számunkra, hogy ne csak nagy településekkel dolgozzunk együtt, hanem kicsi, Budapesttől távoli településeknek és térségeknek is tudjunk segíteni, mert érezzük azt, hogy itt van igazán szükség a segítségünkre. Elverum alpolgármestere is vidéki, így tudja, mennyivel nehezebb fejleszteni egy ilyen térségben, mint a nagyvárosokban. A projekt menedzsere hozzátette, az idősellátási fejlesztések kivitelezése mindkét térségben különösen fontos. Azért az idősellátásban dolgozunk, mert azt tapasztaljuk Norvégiában és egész Európa szerte, hogy a lakosság öregedik. Egyre hosszabban élünk, de egyre betegebbek vagyunk. Egyre többen szorulunk valamilyen ellátásra. Ezért ezt a szolgáltatást mindenképpen fejlesztenünk kell. A norvég delegáció a workshopon hallottak alapján szívesen dolgozna hosszú távon Iszamossáival és térségével. A szabolcsi település megfogalmazta a közép- és hosszabb távú terveket is, melynek ez a találkozó és workshop csak az első lépése volt. A projektnek a célja az volt, hogy most tulajdonképpen kapcsolatot teremtsünk, és ez meg is valósult. Mi a képviselőtestülettel és az intézményvezetőkkel kiutaztunk Elverumba, és most a mai napon, tennapi napon ők látogattak el hozzánk. Most egyelőre ez a rövid távú cél, hogy megtörténjen a kapcsolatfelvétel, aztán középtávon meg hosszú távon szeretnénk hosszabb együttműködést, esetleg pályázati források igénybevételével a helyi idősellátásnak a színvonalát és intézménybővítést létrehozni. A pályázat közel 7 millió forintos támogatást jelentett a két településnek. Bíróné Dienes Csilla, szamossái polgármestere hozzátette, a norvég kapcsolaton túl fontos, hogy a térség települései is összefogjanak, és hosszú távon segítsék egymás munkáját.